Sok szeretettel köszöntöm élőbe a stúdiónkba Skype-on keresztül Kovács Klaudiát, Hollywoodból, film és színház rendezőt, akivel egy nagyon érdekes témát fogunk körüljárni. Szervusz, hallasz minket? Igen, köszönöm szépen a meghívást, és öröm itt lenni veletek, köszönöm. Kedves hallgatóink, hogy az előbb is elárultam, amikor Andrással készítettem az interjút, hogy továbbra is az olimpia mellett maradunk egy keveset. Kovács Klaudiának az édesanyja 1964-ben részt vett a tokiói olimpián, és ezzel kapcsolatosan egy filmet fog készíteni, a Bajnokok gyermekei a címe. Kérlek szépen, Klaudia, ezt nekünk meséld el, hogy jöttél rá, hogy egy ilyen filmet kell készíteni, és miért készíted ezt el? Igen, köszönöm szépen a kérdést. Hát nekem egy csodálatos anyám volt, aki fantasztikus pedagógus volt egyébként, tehát a szakmája is pedagógus volt egyébként, és úgy éreztem mindig, hogy megnyertem úgymond az anyalottót, annyira tökéletesnek éreztem, ahogy az anyám nevelt utólag felnőttként is, és gyerekként is. És azt is észrevettem, hogy azok az ismerősök és barátok, akikkel anyám együtt úszott, mert úszó volt, illetve az olimpiai társai, azok is másképp nevelték egy kissé a gyermekeiket, mint ahogy máshol láttam. És ennek utána néztem pszichológiai szempontból, és úgy éreztem, hogy ez egy érdekes téma lenne arról beszélni, hogy az olimpikonok, akik ilyen mértékű sikert érnek el, világbajnokok, tehát bármilyen bajnok a sportban, azok hogy nevelik a gyerekeket, és miként állnak a témához máshogy, és ezért gondoltam, hogy csinálok erről egy filmet. Hát ez nagyon fantasztikus. Érdekes, te nem vagy úszó, mert általában az szokott lenni, hogy a gyerekek ugyanazt a sportot, vagy ugyanazt a szakmát követik, mint a szülei mutatnak, de te egész más területre mentél. A kérdés az, hogy hogyan befolyásolt téged konkrétan édesanyád, mondtad a neveléssel kapcsolatosan? Igen, hát egyébként én is úsztam egy ideig, de aztán kiderült, hogy egyáltalán nincs olyan sok tehetsége, mint neki volt. És a mai napig is úszom egyébként rendszeresen, tehát 2 éves koromban megtanított úszni. És amíg edzettem rendszeresen, az is része volt annak a hozzáállásnak, amiről itt szeretnék beszélni tulajdonképpen a film keretén belül, hogy milyen fontos az, hogy az embernek egy munkamorája alakuljon ki nagyon korán az életben, egy bizonyos etikai hozzáállás a munkához, ahhoz a rendszeresség, ahhoz, hogy miként kell az élethez hozzáállni, úgy, hogy az ember sikeres legyen. Tehát ilyen szempontból úgy érzem, hogy igenis nagyon összefügg annak az aspektusa, hogy nekem is ugye sikerült eredményeket elérnem a saját pályámon, és ez annak köszönhető szerintem, hogy ilyen rendszerességgel lettem nevelve, illetve ilyen olyan munkamorált alakított bennem ki az édesanyám már nagyon korán, ami hozzásegített ahhoz, hogy itt Hollywoodban is eredményeket tudjak produkálni. Közben a hallgatóknak mondom, hogy elindítok egy pár képsorozatot, amit Klaudiától kaptam, ami a filmmel kapcsolatos. Továbbá kérdem Klaudia tőled, hogy hány embert tudsz megszólaltatni a filmbe, és azoknak a gyerekeit természetesen, mit várhatunk ettől a filmtől? Igen, tehát nagyon elsősorban nemzetközi olimpiai bajnokokat, illetve az ő családjaikat szeretnénk megszólaltatni. Tehát édesanyám, félreértés ne essék, ő az a múzsája, illetve az inspirációja a filmnek, de nem ő róla szól a film, hanem arról szól, hogy a mai olimpikonok, azok, akik már elértek a közelmúltban igen jelentős eredményeket, hogy ők hogy nevelik a gyerekeket. Még nem mondhatok neveket, meg még nem írtuk alá az összes szerződést, de igen magas profilú, nagyon jól ismert, ha mondhatom úgy, hogy crème de la crème, ugye, ahogy a francia mondja, a leghíresebb olimpikonok lesznek a filmben, és hát szerintem ez egy nagyon érdekes út lesz, amit majd végigjárok velük, hogy ők miként csinálják másképp. Annyit árulják, kérlek, hogy
köztük vannak-e magyar olimpikonok és gyermekeik, vagy itt Amerikában találtál rájuk? Mindenképpen nemzetközi és magyar vonatkozása is lesz a filmnek ilyen szempontból. Együtt dolgozunk a Magyar Úszószövetséggel, illetve a MOB-bal, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, és az ő segítségükkel keressük a megfelelő családot, akiknek jó történetük van, és akik hajlandók a kamera elé állni, és akik hajlandók elmondani, úgyhogy feltétlenül igen. A filmről még annyit árulj el, hogy körülbelül mikorra várhatjuk ezt, mikorra fog a vászonra kerülni, és hogy fogod terjeszteni a filmet, hogyan juthatunk hozzá, hol láthatjuk először főleg? Igen, én úgy szeretném tervezni az idő szempontjából, hogy 2028-ban lesz Los Angelesben az olimpia, nyári olimpia. Közben lesz még egy párizsi is, de azt szeretném, hogy a párizsi után közvetlenül kijönne a film, és részese lenne annak a fajta marketingnek, ami majd Los Angeles városát érinti, és ami majd felvezet az olimpiához. Úgyhogy ennél fogva is írtam az itteni Los Angeles-i olimpiai szervezőbizottságnak, hogy velük együtt kialakítsunk egy kooperatív kapcsolatot, és hogy előtte a film jöjjön ki, és vetítsék televízióban, a mozikban, remélhetőleg addigra már vége lesz ennek a fajta járvány dolognak, és akkor ez is szélesítse a Los Angeles-i olimpiának a hírét előre. Nagyon jó stratégia, nagyon jól értesz a marketingről, mindjárt erről is beszélünk, de azelőtt térjünk át az előbbi filmedre, a Lyukas zászlóra, amit az 1956-os forradalom 50. évfordulójára készítettél, és egy nagyon szép karriert ért meg, ott van hátad mögött a plakát is. Igen. Kérlek szépen... Így arrébb is húzódom, hogy lássák a nézők kicsit jobban. Kérlek szépen, beszélj nekünk erről a filmről, hogy hogyan született meg ennek az ötlete, hogy ezt te kell elkészítsed, és mesélj erről a filmről is a hallgatóknak. Igen, a Lyukas zászló, vagy angolul ismerék, vagy ahogy itt a plakáton is látható, Torn from the Flag. Ez volt az legelső filmem annak idején. Úgyhogy ez volt az első szülött gyermekem, ha úgy vesszük, és nagyon sokáig 9 évet dolgoztam ezen a filmen, és ami más volt ezzel a filmmel kapcsolatban a koncepcióm, az, hogy nem az, hogy a világ hogy hatott ránk, hanem hogy mi hogy hatottunk a világra, mi magyarok. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos nézőpont csere az eddigiekhez képest, és mindig is az volt a célom ugye a filmmel, hogy hirdessem, illetve híreszteljem, ha úgy tetszik, ezt a magyar hőstettet, ami 1956-ban történt, és ez hogy hatott a hidegháborúra, hogy hatott a nemzetközi politikára, hogy hatott a nyugatnak a politikájára, illetve hogy hatott arra, hogy végül is a kommunizmus szétesett, illetve a Szovjetunió 1991-ben. Úgy tűnik, hogy a kritikusok és az akadémikusok szerint ez a legjobb 56-os film, ami valaha készült, úgyhogy a célunk ebben az évben az, ugye most van a 60. évforduló, és az a célunk, hogy minél több könyvtárba, minél több iskolába eljusson a film, tehát ezzel kapcsolatban van egy igen aktív kampányunk, és annak idején, hogy született a filmnek az ötlete, hát nekem volt egy filmstúdióm, és felkérést kaptunk Magyarországról, hogy különböző 56-osokkal, helyiekkel készítsek interjút. És az utolsó pillanatban, amikor már megvoltak az interjúk, akkor az illető tévéállomás lemondta az érdeklődést, és itt voltam ezzel a rengeteg anyaggal, és ezzel a sok-sok csodálatos interjúval, tapasztalattal, és tulajdonképpen nekem azt hiszem, hogy akkor élet fel bennem úgy igazán, vagy tudatosult bennem a magyarságom. És azt gondoltam, hogy akkor én erről szeretnék egy filmet csinálni, egy nagy volumenű filmet, ami 1945-től 91-ig tart, tehát több évtizedet átölel, és hát úgy néz ki, hogy sikerült is ugye annak idején, mert bejutottunk az Oscar versenybe, és különböző filmfesztiválokra, 21 fesztiválra hívták meg a filmet, 8 díjat kaptunk, és mindenki, aki látta egyébként, aki még nem magyar, azok is mondták, hogy teljesen megértették tulajdonképpen 56-nak a jelentőségét, ami számomra egy csodálatos érzés, hogy el tudtam érni
azt a célomat, azt a művészi, illetve akadémiai célomat, amit szerettem volna. A kedves nézők, akik a Facebookon követnek, azok láthatták, elindítottam egy képsorozatot, amelyek a filmből voltak kivéve, illetve a készítésének során készültek, meg a legutoljára a díjak, meg azok a kitüntetések, amit a film, illetve Claudia kapott. Többek között itt láttam olyan képet, hogy ikonikus magyar hollywoodi munkatársakkal is segítettek neked ennek a film elkészítésében. Kérlek szépen, erről beszélj, erről a közös munkáról. Igen, hát ez a célom mindig is az volt, hogy egy óriási közösséget szervezzek a film, illetve a produkció köré. Úgyhogy azzal kezdeném a választ, hogy 20 000 ember vette körül ezt a filmet, és 20 000 ember volt az a fajta aktív, részese, szurkolt nekünk, és segített minket. 2000 támogatónk volt összesen, 50 észak-amerikai magyar non-profit alapítvány segítette a filmet, és voltak néhány nagyon fontos, kulcsfontosságú emberek az amerikai, illetve a kanadai magyarságon belül, akik felvállalták ennek az ügyét. És így sikerült az, hogy Oscar-díjas Vilmos Zsigmond, vagy Zsigmond Vilmos, ugye attól függ, hogy angol vagy magyarul mondjuk, és a nagyon híres Kovács László operatőr segítségével, ők voltak az úgymond executive producer-ök, és a Kovács László volt az operatőrünk, az egyik operatőrünk, úgyhogy hát ez csodálatos volt, hogy fel tudtok használni az 1956-ban készült felvételeiket a filmben, úgyhogy ebben is segítettek, más felvételek is voltak természetesen, de az, hogy ők, akik ugye hiteles 56-osok, a film mögé álltak, ez óriási nagy segítséget jelentett számunkra. Tettél egy említést az előbb arról, hogy nagyon sokan támogattak, nem csak ideológiailag, hanem anyagilag is. Egy igazi marketing fogást tudtál felmutatni, és működött. Azóta erről még mondjam így, hogy üzletet is csináltál, mert tanítod az embereket erre, hogy hogyan kell adományokat gyűjteni, és biztos vagyok benne, hogy ugyanilyen sikeres adománygyűjtést és támogatást fogsz az új filmednek is készíteni. Beszélj erről nekünk, miért fontos annyira a közösségnek a támogatása? Hát én azt gondolom, hogy 56 egyébként egy közösségi ügy, és nem volt nehéz meggyőzni az embereket, miután látták, hogy ez egy komoly ügy, és ez egy komoly produkció, művészi produkció, nem volt nehéz meggyőzni arról őket, hogy segítsenek. Én azt gondolom, hogy amit manapság úgy hívnak, hogy crowdfunding, vagy közösségi finanszírozás, ez nagyon fontos, mert olyan művészeknek, akár filmes, akár más típusú művész, vagy non-profit, nagyon fontos az, hogy legyen egy közösség a hátad mögött, tehát hogy ne egyedül, mint ilyen Don Quixote-ként, ugye egyedül próbálsz valamit megvalósítani, hanem a közösségnek az ereje, és itt mondanám el, amit már elmondtam 100-szor, de nem szégyellem elmondani 101-szerre, hogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk az észak-amerikai magyar közösségnek. Minden államból, szinte minden városból, minden településről kaptunk támogatást. Valaki archív felvételt ajánlott föl, valaki fordított nekünk, valaki anyagi támogatást adott. Tehát nem tudtuk volna ezt a filmet elkészíteni annélkül, hogy ilyen erős lett volna az összefogás. És ezért is tanítom ezt, meghívtak, miután ilyen sikeres volt a Lyukazászó című film, meghívtak egyetemen, hogy tanítsam ezt, hogy hogyan kell ezt csinálni, mert igazán egy független filmesnek más lehetősége nincs, mint hogy a közösség által létrehozzon egy produkciót. Ugye mi nem kapunk anyagi támogatást különböző nagy filmvállalatoktól, vagy ilyen hollywoodi cégektől, tehát azt gondolom, hogy azért fontos ez, mert ez demokratizálja, tehát a crowdfunding az demokratizálja a finanszírozásnak a lehetőségét, hogyha valakinek nincs gazdag amerikai nagybácsia, nem olyan családban született, nincsen összeköttetése, hanem így is meg lehet valósítani valamit. És nagyon-nagyon örülök, amikor meghívnak fiatalokhoz, hogy ezt tanítsam, hogy én annak idején hogy csináltam. Én ezt ösztönösen csináltam egyébként, ezt nem tanultam soha, hanem magam alakítottam ki,
és ezt, amit én magam alakítottam ki, ezt szeretném továbbadni a következő nemzedéknek. Nagyszerű, gratulálni tudok neked ezért a filmért, a lyukaszászlóért, és csak drukkolni tudok azért, hogy sikerüljen ez az új filmed is, a Bajnokok gyermekei. Alig várom, hogy már nézhessük, és lássuk, hogy megint milyen remek filmet tudsz készíteni. Kedves Claudia, még csak annyit mondjál el a hallgatóknak, hogy hol tudnak téged elérni, hol tudnak feliratkozni arra, hogy megnézzék az előző filmet, vagy a másikot időben értesüljenek róla, hol lehet majd megnézni. Igen, a honlapomon lehet, végül is ott összpontosul minden ilyesmi, a claudiakovács.com vagy .com, és Claudia K-val, Kovács C-vel, tehát claudiakovács.com. Aztán lehet a tornfromtheflag.com-ra is rámenni, tehát ott is lehet. És hát a Facebookon is el lehet érni Kovács Claudia direktor néven, és szeretnék, hogyha minél többen csatlakoznának az új filmnek a listájához, hogy elmondhassuk nekik, hogy hogy és mint lesz majd a filmnek a sorsa. De amit szeretnék elmondani, a mostani őszi ünnepek, illetve megemlékezések alkalmával az, hogy ha valaki ismer olyan könyvtárat, vagy olyan iskolát, ahol szeretnék ezt a filmet levetíteni, tehát a 56-ot terjesszük, felkérem ezáltal az interjú által minden olyan magyart, akinek ez szívügye, hogy az mindenképpen forduljon hozzám, mert már bejutottunk már olyan Ivy League szintű egyetemekre is, ahol oktatásügyi tananyagként használják a filmnek a DVD-jét. Tehát ezt mind szeretnénk, hogyha minél szélesebb nemzetközi téren, hogy terjesszük 56-nak az ügyét, tehát hogyha valaki ilyen készítést érez, vagy szeretne segíteni, akkor mindenféle bemutatkozást nagyon köszönünk. Hát igen, javaslom, hogy fogjunk össze ebbe és segítsünk, de azoknak is ajánlom én a filmet, mert akik még esetleg nem látták, vagy valakiknek szeretnék, hogy ajándékozzák, ezek mind megtehetik a Vimeo csatornádon, csekély $5 tudják ezt rentolni, kevesebb, mint egy mozijegy, és egy jó emlékműsor lehet október alkalmával. Claudia, és ha megengeded még, hogy elnézést, hogy beszólok a szavat, csak annyit szerettem volna mondani, hogy azóta fölnőtt egy új generáció, mióta a film kijött. Tehát most már esetleg a gyerekeknek, egy további generációnak is meg lehet mutatni a filmet. Így van. Claudia, nagyon szépen köszönöm, hogy rám áldoztad a vasárnap déli óráidból ezt a 20 percet, és kívánok neked tényleg sok sikert, és kíváncsian várjuk az új filmeket, eredményeket, amiket készítesz, és remélem majd egyszer személyesen is fogunk tudni találkozni. Én is, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, és kellemes vasárnapot kívánok. Köszönöm, viszont hallásra.